Nem lehet úgy élni az életünket, hogy nem fejlődünk. A holisztikus orvoslás által használt emberkép a test, lélek, szellem hármas tagolásában létezik. Ennek megfelelően annak egészét kívánja gyógyítani, javítani. Nem csak a tüneteket akarja csillapítani, hanem a probléma gyökerét keresi, behatásaival azt célozza, azt próbálja megszüntetni. A Szabad Egyetem előadása alkalmával a téma igazi szakértője, dr. Darnói Tibor látogatott ismét városunkba. Vagy a holisztikus orvoslással, mint témával, vagy az ősi magyar bölcselettel kapcsolatosan tartom az előadásokat, és mivel már mindegyikkel voltam itt, és van egy olyan téma, ami a hétköznapi ember életének is egy meghatározó eleme, hogy meghaladni önmagunkat. Ez tulajdonképp mind a holisztikus szemléletű orvoslásban, mind a szellemi úton járásban megjelenik a legfontosabb motívum. Meg kell haladni önmagunkat, minden nap egy kicsit jobbá kell válnunk, és erről szeretnék beszélni, hogy ráébredjen mindenki arra, hogy az élete mekkora kincs. A holisztikus gyógyítás során az orvosnak nem csak az egyszerű szervi kezelés a célja, hanem a pszichés állapotot is szem előtt tartja, és azt is kezeli egyidejűleg. Ez a szemlélet sok esetben a probléma forrását az életmódban keresi. Az egyik fő alaptétele, hogy a változtatás nélkül nincs változás, tehát ha nem tárjuk fel azt a rossz életviteli szokást, ami kibillentette a szervezetünket az egyensúlyból, akkor sajnos csak a tüneteket tudjuk mérsékelni. Tehát a holisztikus ugye azt jelenti, hogy mindent egybe vevő, mindent egybe szemlélő, és ugyanilyen állásponton vagyok én is, hogy minden összefügg, ezért nagyon fontosnak tartom ezeket a jellegű előadásokat, és hogy minél több emberhez jusson el ez a fajta gondolkodás. A könyvtári hét alkalmából a Hévízi Városi Könyvtár több ismeretterjesztő programmal is várta látogatóit.